Uraim, fogadják szeretettel a mai verseny tisztségviselőjét, a ladies and gentlemen, please welcome the officials of today's race. Kíme zsűri elnök Csehországból, Petr Moravec. Kíme vezetőbíró Lengyelországból, Piotr Liss. A Temener delegát Magyarország képviseletében, Piroska Edith. Versenyigazgató, Szegedi Máté. Versenyigazgató asszisztens, Pusztai Tamás. Technikai felügyelő Erlic Imre, versenyorvosunk dr. Római György, környezetvédelmi felügyelő Bakó Péter, és versenytitkárunk Szabó Bianca. Köszönjük szépen! Most pedig következzenek a versenyzők! And now the riders! Egyesen, number one from Latvia, Lettországból, Oleg Mihajlovs! Kettesje, number two, Szlovákiából, from Slovakia, Jakub Valkovics. Hármasa, number three, Lengyelországból, from Poland, Simon Wozniak. Négyesje, number four, Magyarország képviseletében, representing Hungary, Magusi Norbert. Ötöse, number five, Lengyelországból, from Poland, Jaroslav Hamper. Hatossal, number six, Csehországból, representing the Czech Republic, Eduard Kricsmár. Hetessel, number seven, Olaszországból, from Italy, Andrea Battaglia. Hatossal, number eight, Franciaországból, from France, David Benego. Kilencessel, number nine, Lettországból, from Latvia, Andrzej Lebegyes. Tízessel, number 10, Ukrajnából, from Ukraine, Marko Levisi. Tizenegyesel, number 11, Csehországból, from the Czech Republic, Václav Milik. Tizenkettesel, number 12, Finnországból, from Finland, Timi Salonen. 13-assal, number 13, representing Hungary, Magyarország színeiben, Kovács Roland. 14-assal, number 14, Svédországból, from Sweden, Jakob Thorsen. 15-assal, number 15, Bulgáriából, from Bulgaria, Milan Manen. 16-ossal, number 16, Dániából, representing Denmark, Nils Christian Iversen. Tartalék versenyzőink, 17-essel, number 17, Magyarország képviseletében, representing Hungary, Parai Mark.
és 18-assal, number 18, Magyarország képviseletében, representing Hungary, Füzesi Rihárd. Hölgyeim és uraim, kérem álljanak fel, a magyar himnusz következik. Ladies and gentlemen, please rise for the national. A Zünnepeltet köszönti barát Norbert, házigazdánk, a Speedball Debrecen ügyvezetője. Hölgyeim és uraim, egy nagy tapsot kérünk az Zünnepeltnek, Tihanyi Sándor, 60 éves! Isten éltessen, kedves Subi, és minden versenyünkön számítunk rá, legyél itt velünk, hiszen régi legenda vagy, és nagyon szeretünk téged is, mint minden debreceni sorokmotorost. Hölgyeim és uraim, egy kicsit zenélünk, és hamarosan kezdünk a versenyünk. Pirossal fog indulni. In red, you can see, all that behind. Big sisakban láthatjuk. In blue, Jakub. Fehérben versenyez, in white, ship, és sárgában érkezik a debreceniek kedvence, in yellow, Magosi Norbert. Természetesen megint velünk vannak a Piruett Dance Studio csinos hölgyei, őket láthatjuk a rajtvonalnál. Komoly ellenfején vannak Magosi Norbertnek, aki hozzá fog versenyezni az első futamban, melynek támogatója a Hajdús 2000 Kft. Első helyezett eredménye, Andrew Wozniak, Mihajlov. A futam részvevői pirosban, in red, Jaroslav Hamper. Fehérben fog versenyezni, in white, Eduard Krcsmárs. Kékben láthatjuk, in blue, Andrea Battaglia. Sárgában, in yellow, David Bellego. Több száz különleges elvű látványos metáns hívtánysók, mutatók, oldtimerek, csúcsragadozó sportautók, motorok, kamionok, erős munkagépek, szolgálati és katonai járművek, közben autó és repülőgép modell, kiállítás, kamionok, kokárt és számos egyéb programban gyereknapi hétvégén kicsiknek és nagyoknak. A Transped és a Scheffler bemutatja Debrecen Drive május 27-én és 28-én.
fontos információ, az első futamban majdnem pályarekordot sikerült motorozni, 41 század másodperce voltunk. 0,41 század másodperce voltunk a pályarekordtól, tehát várhatóan ma megtől, hogyha így folytatódik, de készüljünk most a második futamra a Debrecen Drive támogatásának. A győzelem a lengyel siker után, most egy francia 3 pontot láttak. Pirosban készülünk a Red, Marco Levisin, Kateberg in blue, Václav Mini, sárgában in yellow, Timi Salonen. Tehát lett ukrán, cseh és versenyző a 3. futamban.
Ők fognak az első kör végén, az első két helyen. Továbbra is Torszel és Inerszel az első két helyen. A győztes időeredmény itt a Dózer Kádár Kft. Futamában a negyedikben. Pálya karbantartás következik, utána jövünk vissza. Kékben Andrew, Oleg Mihajlovs, fehérben Ivaj, Jaroslav Hampel, sárgában In Yellow, Andrzej Lebedyes, pirosban In Red, Kovács Royal. Két lett. Egy lengyel és egy magyar versenyző, pirosban Kovács Oli Debrecen, hajrá Röli!
Szlovákiából. A győztes időeredményt azonnal megkapom, 1.08.25, pedig futamban. Sárgában In Yellow, Simon Hozia, fehérben In White, Andrea Battaglia, pirosban In Red, Václav Mili, kétben In Blue, Milan Manner.
bemenni, hogyha nincs nagy változás. A két szalemet kettő könyvvel lehet nyerni, a régió pedig egy ponttal. A győztes időjárat még 1:08:67. Már megint van meleg az este, de nem toljuk túl az éter. Ma kicsit újtoljuk. Mellettem a születésnapos pénteken volt? Pénteken ünnepelte 60. születésnapját a népszerű Subi Tihanyi Sándor. Külön egy tapsot hadd kérek erre az alkalomra, hölgyeim és uraim. Integessük mindenhova, itt vagyunk. Mindenkit szeretettel köszöntünk. Subikám, hát milyen volt a születésnap? Családdal együtt, nagy happening volt, nagy ünnepség. Mesélj egy kicsit, milyen volt a születésnapon. Meglepetés partként sikeredett belőle. Én úgy gondoltam, hogy kettesen elmegyünk a párommal vacsorázni. Meg is érkeztünk a vacsora színhelyére. Úgy volt, hogy szombaton lesz a barátokkal az összejöveteljében a családdal. Mentünk be fel a végterembe. Beléptem, akkor körülbelül egy olyan 5, szerintem ezt látták is rajta, hogy 5 percig nem tudtam megszólalni. Tehát ott voltak a barátok, a család, minden lehet, egy meglepetés volt. A két személyes vacsorában volt, mert egy szerintem egy olyan 20-25-ös vacsora. Hát az ilyen ünnepségek szülinapok a legfeledhetetlenebbek, a legjobbak. Hát milyen volt ez a 60 év, Subikám? Az biztos, hogy a Salakmaton óriási részét töltötte ki az életednek. Hogy emlékszel vissza életed első 60 esztendejére? Megmondom, hogy szintén van. Tehát én úgy gondoltam, hogy még majd fogjuk menni, de hát sajnos abban kellett hagyni a sportot is. 38 év után, 30, bocsánat, 30-at azt aktívan sportoltam, még utána 8-at rágyúztam, mint bombista. Hamar eltelt, szokták megkérdezni tőlem, hogy újra kezdeném-e, ha tudom, hogy ugyanennyi kudarc, és ugyanennyi fájdalom, ugyanennyi sérülés után, hogy ezt újra át fogom élni, és én azt mondtam, hogy igen. Hát a feleségem azt mondta, hogy hát ő nem. Inkább nem. Ő nem vállal rá újra. Én azt hiszem, mi pedig boldogok lehetünk, hogy téged láthattunk annak idején versenyezni. A magyar és a debreceni és alapmotoros sport nagy-nagy értéke voltál. Nagyon szerettek téged, nagyon sokan nagyon szerettünk. Nekem is az egyik nagy kedvencem voltál. És egy remek 5 évet töltöttél itt a Speedwalknál, én azt hallottam. Erre az 5 évre hogy emlékszel? Én nagyon jól éreztem én magam. Szívvel, lélekkel csináltam, amit csináltam. Hiszen ebben lőttem fel, ebből öregedtem bele. Nekem ezt kellett csinálni, sajnos egy nagyon helyzet azt kellett állítani, hogy meg kellett szívontról. Most inkább azt mondom, hogy elmentem nyugdíjba, de úgy nem. Fiatal vagy ahhoz. Igen, pedig én elmennék ide. Azt viszont szerintem megígérhetjük a közönségnek, hogy itt leszel minden versenyen. Nehéz felülni a lelátóra. Az sem volt könnyű, amikor benn dolgoztam a pályán. Reggeltől estig csültem, csavartam a dolgokat, próbáltam az én meglátásom szerint csinálni a pályát, kocsolni a pályát. Mondjuk de ki fogok jönni, mert szerintem a közönséget. Sok mindenkivel beszélgettem már mai nap is, mai nap folyamán. Miért úgy? Mondtam, hogy a legközelebbi valaki megkérdezi, hogy nyugdíjban minden eljön. De nem fogok magyarázkodni, hogy sajnos most ez lopta a jót. Egyáltalán nem köszönöm, hogy minden a VIP-ből látod a versenyzőket, mert nagyon komoly külföldi versenyzők jöttek el. Jó kis versenyük van, kicsi voltunk? Nagyon kicsi voltunk, nagyon. Mindig is annak, hogy mindig néztük, hogy ugye négy helyen volt, négy színhelyen volt ez az Európa bajnokságnak az előkapuja, ugye a Challenge-nek az előkapuja, és talán azt mondom neked, hogy ez a legerősebb ez. Valójában biztos vagyok benne, hogy a pályának a választása és a versenyzők részéről kérni azt, hogy igen, így jaj, itt van egy névkisztján, mivel tehetem azt, hogy fordítják. Itt van egy levegyen, hát
kérek, hiányra a közösség. Nagy tapsot neki! És tehát szeretik ezt a pályát, egy gyors pálya. Én ugye, én voltam az első, aki ezt kipróbálta, ezt a pályát, vagy az évén. Nagyon jó motorozható, nagyon jó pálya. És ugye gondolom, hogy ez egy nagyon erős lesz. Nagyon jó lesz. Akkor kegyetlen leszek, Sudi Pippernek, hogy győztesnek továbbjutók, vagy a legjobbakat, akkor az első háromban lehet, meg esetleg győztest is. Szerintem ez a svéd gyerek, ez Torzel, igen, ő nagyon gyors. Nagyon gyorsnak látom a Iversent, ami még ott van, illetve a Medvegyet, ő is nagyon tisztán motorozik. És még ott van egy Wozniak, aki félelmetes gyors. Tehát itt szerintem egy a hat emberen fog oda-vissza első, aki egy idős, rutinos, tapasztalt versenyző, aki igazából fel tudja venni a harcot a pályának a változtatásával, pályakarbantartással, esetleg a locsolásával. Ilyen sok jó versenyző van, ez egy valakinek jó, a csodálatos debreceni közösségnek. Jó sokan kijöttünk, Sibi, ha körbenézünk, én azt látom, hogy a helyek nem nézhetek tovább, 15-20 versenyünk. Milyen nézés ennyi ember előtt? Hát nem azt mondom, versenyezni, hanem lenni, meg itt lenni, szóval nagyon sokan vagyunk, nem? Igen, én is végignéztem itt a lelátót, hogy mind a két egyenes, valójában majdnem, tehát a kanyar új szintén, ott hajrá lehet takarítani támogatokat a porttól, de így szép számmal kijöttünk. Jó az idő, nagyon jó versenyzőkkel. Pálya, jövőre van készítve? Igen, úgy látom. Látod, ránézel, azonnal tudod. Igen, látom, hogy jó, szépen elő van készítve, itt vannak a pályakamatban, rendben van a pálya, mindenféle téren. Talán azt tudom mondani, hogy kevés versenyző találtam egy ilyen kérdezőkkel. De a svéd gyereket megtalálta, Iversen megtalálta, a Levegyen megtalálta, és most már láttam, hogy a legjobb gyerek a jó verseny lesz, még nagyon jó verseny lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Még egyszer Isten éltessen sokáig, hölgyeim és uraim, a születésnaposnak, Suminak, Tihanyi Sándornak egy nagy búcsúdapsot hadd kérjek, legalábbis az interjú búcsúzik. Köszönöm szépen. Több száz különleges jármű, látványos medál, Sheep Time Show. Iversen a dánok menője, illetve Mihály Lósza lettek menője, ő pedig fehérben fog majd versenyezni. Ők 5, illetve 4 pontot gyűjtöttek eddig, a sárgában versenyző Minikben 3 pontja van, a pirossal látható Kucsmárs pedig 2 pontot gyűjtött első két futamában. Aztán Kucsmárs és Csakonyi Iversen már a
Milik a cseh versenyzője. Ő van itt a rajt és a célvonalnál. Bízunk benne, hogy nem komoly a dolog, hogy tudja folytatni a versenyt. Sárgában tehát a cseh Ivaszláv Milik nem folytathatja a versenyt. Nélküle újra nyitjuk a 9. futamot, melynek támogatója a Hager Group Hungary Kft. A biztonság kedvéért azért érkezik a mentő, megnézzük, hogy miben tudunk segíteni. És akkor csak a ismétlés kedvéért 9. futam támogatók HGL Group Hungary Kft. Versenyző fehérben Mihálovics Lettország, pirosban Kricsmár Csehország, kékben Iversen Dánia. Érkezik a harmadik kör végéhez, minden változatlan. Egy kicsit megközelíti Mihálovics Iversen, de megelőzi, nem tudja. Iversen, Mihálovics Kricsmárs, 1:10:84. Következik a 10. futamunk a Centrál Üzletház Kft. Támogatásával az épületképészeti futam versenyzőit. Sárgában Én Jeló, Jakub Valkovics, Szlovákia, kékben Én Blue, Jaroszláv Hamper, Lengyelország, pirosban Én Red, Timi Salonen, Finnország, fehérben Én White, Milan Hanen, Bulgária. Oh,
aki ötkori kához hármat szeretne gyűjteni. És az előnye, mondhatjuk, hogy most már lassan utcahoz nyílt. A két hibátlan összecsap. Fehérben Bozsnyák 6 pontos, és sárgában Korszel szintén 6 pontos. Óriási harc a hibátlan futama, a 11. futam a házasságot támogatásával. Vajon ki lesz a jó a 6 pontosok közül, vagy megleti őket valaki? Fehérben Bozsnyák és sárgában Korszel. Bozsnyák a lengyel versenyző figyelmeztetés kapott. Hatalmas harc, két hatalmas!
Thank you.
és adta a futamot Tilosban Battaglia, az olasz. Ez nem az jó napja. Egyébként stör, az utolsó. A pontot a verseny tovább is. Folytatódik a harmadik kör végén. Maga biztosan a pontos, azonnal mondjuk az időeredményt 1:09:56. Tehát nincs pontja továbbra sem, bár támogatnak az olasz. Következik a HGL Group Hungary Kft. Támogatása. Nézd, Christian Iversen, pirosban, in red. Tehát, Bozsák, 8 pont. Hamper, 8 pont. Iversen, 8 pont. Lelisin, 7 pont. Abszolút sztár futam. A mai verseny eddigi legrangosabb futam a következik. Támogatunk HGL Group Hungary Kft. Yeah.
és fehér ellen is finis sárgában Hunter.
kékben versenyt szépen. Légyen a Fonci, aki 7-5-ös, nagyon kellene neki ez a 3-5-ben. Ha megint nyeri a futamot, egészen biztosan tovább jutunk. Thank you.
második Kosnyák, harmadik Salonen, negyedik Kovács Zoli. Roli 4 ponttal fejezi be a versenyt, Salonen 5-tel, 8 pontos a cseh Kricsmárs, és 13 pontos Kosnyák. 1-10-28 a győztes időeredmény. Ezek a szituáció, utolsó futam az alapversenyben, amennyiben Torszel nyer, akkor ő is 13 pontos, és külön futamot vív a győzelemért Kozsniákkal, de ne menjünk 8 pontos Jaroszláv Hampel. Fehérben, In White, Füzesi Rihár, Magyarország első futama, és egyben utolsó is, ez egészen biztos. És kékben, In Blue, Jakob Torszel, Svédország. Két magyar fiatal ember tehát a futamban, Fagosi Norbi sárgában, és Füzesi Ricsi pedig fehérben. Thank you.
And back to school.
Jackson.